Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mi fért mai műsorunkba. Összefogott a Dombóvári Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Adománnyal köszönték meg a dombóvári mentősök egész éves munkáját. Díjat vehettek át a kiemelkedő eredményt elért sportolók. Több százan búcsúztak futva az óévtől Dombóváron és Dalmandon is. Dombóvár város önkormányzata a helyi roma nemzetiségi önkormányzattal karöltve szervezett jótékonysági akciót, amelynek keretében több család évvégéjét tették szebbé. Összesen 100 család kapott tartós élelmiszercsomagot, szaloncukrot és háztartásonként 4 adag babgulyást. A rászorulók támogatása mindig egy nemes cél, ezért is fogott össze Dombóvár város önkormányzata a roma nemzetiségi önkormányzata, hogy a segítségre szoruló családok mindennapjait egy kicsit megkönnyítse. 100 darab tartós élelmiszercsomagot osztunk ki, minden család kap egy város kenyerét, kapnak fél kiló szaloncukrot és kapnak 4 főre babgulyást. Remélem, hogy tényleg a legrászorultabb 100 dombóvári családhoz jut ez a segítség. A roma önkormányzattal karöltve tudtuk ezt a mai napot létrehozni, és hiszem, hogy minél többet tudunk majd fordítani az ilyen típusú rendezvényekre, és rászorultaink ezt jó néven veszik, és ami nagyon fontos számomra, hogy el is jönnek, hiszen őket azért nagyon nehéz megszólítani. Ott a baptista szeretett szolgálat ételosztására és az utolsó pillanatokban sikerült összeszedni az embereket. Számomra érthetetlen módon, hiszen szép szóval hívjuk őket. A szabadidők meg is engedni, hogy eljöjjenek ezért a segítségért. Remélem, hogy ezen is tudunk változtatni, és egy picit nyitottabbak lesznek. Ezért nem véletlen módon, mert most a lelkészült segítségét is meg igénybe vettük, hiszen az emberi szónál fontosabb nincs, és egy tisztendő szájából azt gondolom, hogy hitelesen hangzik el mindig minden, és remélem, hogy ezek a szavak kellőképpen biztatják arra őket, hogy ezentúl az első hívószóra közénk érkezzenek, hiszen mi ezt jó szívvel tesszük. A hasonló karitatív megmozdulásokhoz az anyagi forrást is meg kell teremteni minden alkalommal, ami nem feltétlen építhető be egy város éves költségvetésébe. Természetesen gondolunk, de a költségvetés tervezésének nem ez a fő vonala, hiszen azért vannak olyan szervezetek, akiktől az év folyamán tudunk különböző támogatásokat gyűjteni, és ezeket a támogatásokat igyekszünk minél hatékonyabban felhasználni. Ez a mai nap is így jöhetett létre, hiszen a Betlen Gábor alapkezelőtől kaptunk a mai napra támogatást, és a tartós élelmiszer dobozoknak az árát ők finanszírozták. Hecker Márton metodista lelkész ünnepi gondolatai és családjával adott rövid műsora színesítette a délutánt, amikor átadták az adományokat a rászoruló családoknak. Mi az igazi világosság? A nap nagyon ügyes vagy. Lehet nap nélkül élni? Nem. Nem lehet nap nélkül élni. Nincs élet napfény nélkül. Az igazi világosság Jézus Krisztusban eljött erre a földre. És a szomorú az, hogy úgy folytatja János evangélista, hogy a sötétség bejött, de a sötétség nem fogadta be. Az elgondolkodtató és példaértékű mondatok után került sor az adományok kiosztására, melybe tevékenyen részt vett Pintér Szilárd polgármester mellett Tóth Zoltán önkormányzati képviselő, civil tanácsnok és Ligorovics Zsolt elnök is. A dombóvári mentőállomáson 31 fő látja el a mentési feladatokat, melyhez 4 autó áll rendelkezésre, ebből 2 24 órás szolgálatban, 2 mentőautó pedig csak a napközbeni feladatok ellátását szolgálja. A Covid megjelenése óta elég feszített tempóban dolgoznak, amely munkát az állampolgárok egyre többször köszönnek meg különböző adományok formájában. 2021 évvége is tartogatott számukra ilyen gesztust. A koronavírus járvány szülte azt a kezdeményezést Dombóváron, melynek keretében a Böcsök család az év végén az egészségügyben dolgozók munkáját köszöni meg élelmiszercsomag adományozásával. Az előző évben a kórház dolgozóinak juttattak el ajándékcsomagot, idén pedig a város polgármesterével, Pintér Szilárddal történt egyeztetés után jutottak arra a döntésre, hogy a dombóvári mentőállomás dolgozóinak juttatják el a számos élelmiszert tartalmazó csomagokat. Azt mondanám, hogy ilyen csekék is ajándékol, de igen, úgy éreztük, én is, meg a családom is, hogy igen, valamilyen szinten meg kell nekik köszönnünk ezt a nagy áldozatos munkát, amit végeztek, értünk, mert mondhatom azt, hogy értünk. És az idejében így beszélgettünk a polgármesterünkkel, és akkor az ő ötlete volt, hogy akkor az idén, igenis, akkor most akkor a mentősöket támogassuk, és nagyon-nagyon örültem neki. És nagyon örültem ennek az ötletnek, hogy támogassuk ugyanúgy ezzel, azt mondanám, ezzel a csekély
kis ajándékokkal. A Bőrcsök család a több kiló őrölt és szemes kávét, cukrot, tejszínt, beiglit, szaloncukrot rejtő dobozok mellé azt kívánta a dombovári mentőállomás dolgozóinak, hogy minél kevesebb vonulásra kerüljön sor. Azt vettük észre, hogy az utóbbi időben, mióta van ez a pandémia, nagyon sokan gondolnak ránk, és nagyon jól esik, mert azért elég feszített most a tempó az országos mentőszolgálaton, és nagyon-nagyon sok helyről, vállalatoktól, magánemberektől kapunk felajánlást, ajándékot, amit nagyon jó szívvel veszünk. Összességében a mentőállomáson 31 fő dolgozik, ebbe beleértve gépkocsi vezetőket, ápolókat, mentőtiszteket. Kettő autónk fut 24 órás szolgálatba, egy mentőautó és egy esetkocsi, és azon kívül még két mentőautó van, amik nappal teljesítenek szolgálatot. Tehát összességében 4 autóval dolgozunk nap, mint nap. A Covidnak köszönhetően elég feszített a tempó, sőt valamikor kicsit túl sok is, de hála Istennek azért el tudjuk látni a feladatot. Igaz, hogy elég sok áldozattal, de meg tudjuk oldani a dolgokat. A mentőállomás dolgozói hálás szívvel fogadták az adományt, és örömmel vették, hogy ezzel is elismerik munkájuk fontosságát. Az elmúlt év során kiemelkedő teljesítményt elért 33 utánpótláskorú versenyzőnek nyújtott át elismerést Dombóvárváros. A díjátadó kapcsán az is elhangzott, a város kiemelten fontosnak tartja a sport ügyét, és a jövőbeni tervei között számos sportfejlesztés szerepel. A sport továbbra is kiemelt fontosságú terület Dombóvárváros jövőbeni tervezésében. Nem véletlen, hogy az egyik legnagyobb beruházást is ezt a célt szolgálja, mondta el Pintér Szilárd ünnepi beszédében. Nagyon fontos a sport Dombóvár életében. Alapvetően azt gondolom, hogy a fiatalainkat meg kell, hogy szeretessük a sporttal, fiatalkarokban szerezzenek itt élményt. A sportnak azon túl, mert a fizikai fejlődésükben is nagy segítség van, közösséget nevel, hiszen ezek a fiatalok közösségben töltik el a szabad idejüket. Az elmúlt években és igyekeztünk mindent elkövetni, hogy az idén is, hiszen két darab műfős pályát adtunk át két iskolánkba, felültöttük a kis termetlent a Szuhai Sportcentrumba, és minden apró olyan dolgot elkövettünk, hogy zökkenőmentesen tudjanak edzeni. Nagyon fontos, hogy ez a sportélet aktív és maradjon Dombováron, és mindig több fiatal kapjon kedvet a sportoláshoz. Kiemelt projektként kezeljük a térségi sport és szabadidő centrumot, ahol még tovább szeretnénk javítani a sportolási lehetőségeken. Ezek közül is kiemelkedő lenne az úszoda, hiszen úszóink is kiváló eredményeket érnek el most a körülmények ellenére is. A Dombováron alakult sportszövetség javaslatára a legkiemelkedőbbek vehették át az elismerést. Szabó Csaba elnök azt mondta, a sportszövetség létrejöttével szakmai kézbe került az irányítás, hiszen a város vezetése minden fontos kérdésben a szövetség állásfoglalására hagyatkozik. Dombóvár város vezetése kezdeményezte ezt a szervezetnek a létrehozását. Mi a sportegyesületek részéről maximálisan örültünk ennek. Korábban elszenvedői voltunk, hogy így fejezzem ki magam, hogy olyan személyek döntöttek bizonyos sporttal kapcsolatos kérdésekbe, akiknek igazából nem volt a teljes dombóvári sportra vonatkozó a rálátása. Most ezzel a dologgal mi a sportegyesületek, illetőleg a sportegyesületekből egy vezetőség, egy öttagú elnökség az, aki különféle javaslatokkal készíti elő a sporttal kapcsolatos döntéseket Dombováron. Mint említettem, márciusban jöttünk létre. Az első ilyen feladat, amit kaptunk, a 2021-es év sporttámogatási keretösszegének a felosztása az egyesületek között. Hát, ahol pénzről van szó, ott érződik, hogy az nem egy hálás feladat, de mi ezt meg tudtuk tenni, úgyhogy egyetlen egy reklamáció nem érkezett az egyesületek oldaláról. Ismét a sportszövetség kapott egy kérdést a polgármester úrtól, illetve Dombóvár város vezetésétől, hogy itt a 2021-es év végéhez közeledvén nézzünk egy kicsit hátra az eltelt egy évre vonatkozóan, és nézzük meg azt, hogy kik voltak azok a dombóvári sportolók, sportáktól függetlenül, akik érdemesek arra, hogy egy kis jutalomba, egy kis dicséretben részesedjenek. Ezt is a hozzánk tartozó 26 egyesületből bekért javaslatok alapján szűkítettük, és egy 33 fős mezőnyt tudtunk meghatározni, szintén az utánpótláskorú gyerekek vonatkozásába, akik a jók közt a legjobbak tudtak lenni. Atléták, úszók, karatékák örülhettek legtöbben a méltán kivívott dicsőségnek.
A díjazottak megítélése szerint a sport tartást ad életüknek. Én amióta az eszemet tudom, sportolok. A karate előtt úsztam, de amióta a karatét csinálom, azóta egy hatalmas önuralmat tanultunk meg az edzőtársaimmal együtt. Hatalmas fegyelem van az edzéseken, amiket a külső életbe is magunkkal viszünk. Igazából kitartásra tanít minket, arra, hogy ne adjuk fel, hogyha valami nem sikerül, hanem igenis csináljuk végig, és addig küzdjünk érte, amíg azt meg nem tudjuk valósítani. Van az a mondás, hogy épp testben, épp lélek. Ez szerintem teljes mértékben igaz, mivel a sporttal igazából lényegtelen az, hogy milyen sportról beszélünk, csak sportról, stresszlevezetésként is lehet alkalmazni. És hogyha levezetjük akár ezzel is a stresszt, akkor a lelkünk is sokkal nyugodtabb lesz, és sokkal egészségesebbek leszünk. A legutóbbi olimpia bizonyíték arra, hogy vidéken is magas szintű sportélet zajlik, hiszen emlékezzünk csak, Dombóvárról két fiatal is részese volt a játékoknak. A most díjat átvett versenyzők többsége is korosztályának megfelelő, válogatott szint közelébe teljesít. A megye több településén is törekedtek arra, hogy aktív programmal intsenek búcsút az óévnek. Dombóváron több éves hagyománya van a szilveszteri futásnak, amelyen a 2,5, illetve 5 kilométeres távok közül választhattak a résztvevők, míg Dalmandon a mozgás mellé malac sült is társult. Dombóvár és Dalmand is futással intett búcsút az óévnek. Dombóváron több évtizedes hagyománya van az óévet búcsúztató szilveszteri futásnak, amelyre ezúttal is közel 400-an neveztek, de a résztvevők száma ettől jóval több volt, hiszen voltak, akik regisztráció nélkül csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez. Sajnos tavaly egy virtuálisat tudtunk csak tartani, de nyilván az idején, mint látszik, és itt a környezetben és hangodban is látszik, hát ez az igazi. Nyilván 15 fokkal nem számoltunk, de hála Isten, ma nagyon jó idő van, és látszik, hogy 1000 ember, vagy több mint 1000 ember, még el se indult a futás, még csak melegítenek, és már nagyon jól érzik magukat. Hiszem, hogy a közösségre való vágyás soha nem volt ilyen fontos mindnapjainkban. Erre érkes példa ez a mai délután is. Én körülnéztem a legkisebb, de a legnagyobbig itt van mindenki. Úgy látom, hogy több kutyát is hoztak, tehát hiszem, hogy ez egy olyan közösségi rendezvény, mert érdemes évről évre megrendezni. Két távban minden évben van egy sétálós babakocs is, és van az 5 kilométer, ami azt mondják a futók, hogy őnekik ugyan az sem sok, de hát azt gondolom, hogy aki picit jól akar érezni magát, pont jó arra, hogy bemelegedjen, és este még tudja ropni a láncot és táncot, és nem lesz izomláza. A rendezvény rendszeres résztvevője, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár is, aki az 5 kilométeres távot teljesítette a dombovári hóév búcsúztató futáson. Szerintem nagyon fontos az, hogy mindenki minden nap mozogjon, lehetőleg minden nap mozogjon, és jó lenne, hogyha azok is, akik esetlegesen még nem ebbe a táborba tartoznak, ők is előbb-utóbb mozognának. Szerintem ez a mozgalom, vagy ez az akció is bizonyítja azt, hogy a futásnak nem csak az egészség megőrzésben van nagy szerepe, hanem a közösség formálásban is, amióta Dombóváron ilyen alkalmak vannak, azóta talán azt mondhatjuk, hogy még inkább egy olyan közösségről beszélhetünk, amelyik lokálpatrióta és szeret itt élni. Egyébként ez a szilveszteri futás, vagy ezt a szilveszteri futást a Fidesz kezdte el még 90-ben, és néhány éve pedig az önkormányzat szervezi meg. De a mozgásra mindig kell időt szakítani, ehhez nem sok minden kell egy cipő, meg valamilyen ruha, és lehet menni. Tehát az időjárás, ha csak nagyon nem szakad az eső, akkor, vagy nincs nagyon hideg, akkor lehet futni. De más sportot is lehet űzni, az a lényeg, hogy mozogjon. Célba érkezőket a polgármesterrel Bacskai Balázs profi ökölvívó várta. A legfontosabb rész ez nem az egészség. Egészség megszerzése, megtartása. Mindenkinek ajánlom, bármilyen sportágat, hogyha űz, azt szerintem nagyon jó, mert tényleg a legfontosabb tényleg az egészsége. A másik pedig az egy nagyon jó hatása van az emberekre, hogy főleg, hogyha mondjuk olyan sportágat választanak, ahol egy csapatba kell lenni,
egymásért harcolnak, egymásért küzdenek, és az élet több területén is visszaköszön, hogyha valaki sportoló, sportmúlttal rendelkezik, hogy másképp áll dolgokhoz, és mert nagyon sok sportágban benne van az életnek a velejárója, a győzelem, a kudarc, a sérülés, vagy bármi, hogy az embereket is érintik a nap, mint nap, valaki lebetegszik, vagy a munkájából nem úgy teljesíti, elbocsátják, stb. És én azt gondolom, hogy az éle, a sport az nevel. Az egy szenzációs dolog, amikor vannak ilyen lehetőségek, ahol kívülön, mindenki is sportolhat bármit, mert tényleg akár elfutó verseny, vagy majd beszéltek a saját sportágal, vagy ökörvővel rendezvényeket rendeznek. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jó dolog, mert meg kell mozgatni az embereket, és ki kell mozdulni otthonról, és ez jó. A futás szerintem minden sportágnak az alapja. Nagyon-nagyon kell, hiszen nekem az állóképességemre épül a saját boxstílusom is. Általában mindig az én boxstílusomat az jellemzi, hogy menetről menetre erősítek, és nekem azért kell egy olyan állóképesség, hogy nekem jobb legyen, mint az ellenfelé, mert hogyha most én teszem, az nagyon bekezdenék, és mondjuk hamarabb elfáradok, mint az ellenfél, akkor azt a stílust nem tudom ráerőltetni, amit én akarok. Én mindig azt akarom, hogy most elkezdek egy 40%-kal, 50%-kal, 60%-kal, 70%-kal, és előbb-utóbb elfogy az ellenfelem. Úgyhogy kimondottan az állóképességre épül a bunyom, a futás meg nélkülözhetetlen, de ugyanúgy minden más sportágnál is. A nevezéssel minden résztvevő egy pólót kapott ajándékba, valamint Dombóvárváros önkormányzata a futás után a célba érkezőket virslivel, forralt borral és teával vendégelte meg. A rendezvényt a Dombocsipsz családi, ifjúsági polgári sportszervezeten keresztül a miniszterelnökség és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT is támogatta. Dalmadon is szerepe volt a futásnak, ahol a már hagyománnyá vált előszilveszteri futást követően ropogos malac sült el látta vendégül a falu lakóit az önkormányzat. Az óév búcsúztató programba az Alsó-Leperden, illetve Dalmant külterületén élő családokat is bevonták, így közösen futva mondtak búcsút az óévnek a mozogni vágyók. A településen évek óta hagyomány az előszilveszteri futás. A mai futóversenyen 18 év alatti és 18 év feletti embereket várunk, nyilván a fiatalabb korosztályt. Jutalmat fogunk kiosztani, kiskör és nagykör lesz. Kiskörnél aki úgy érzi, hogy nem bírja megcsinálni a nagy távot, a nagy körnél, aki azt gondolja, hogy olyan erőben van, itt is jutalmazni szeretnénk az első három helyzet a kiskörfutásban is. 18 év alattiak kapnak kölyökpezsgőt, a 18 év felettiek pedig rendes pezsgőt szilveszterre való tekintettel. A programot Alsó-Leperden, Dalmant külterületén is megrendezte az önkormányzat, hogy az ott élő családokat is bevonják a közösségi életbe. Előszilvesztert tartottunk Alsó-Lepernek, ami ez idáig nem volt, és azt gondoltuk, hogy igen, Alsó-Lepert külterület 70 családdal, és igenis megérdemlik, hogy náluk is legyen kis sült hurka, kolbász, és együtt elbúcsúztassuk a 2021-es esztendőt. Nagyon-nagyon jól sikerült a program, sokan eljöttek, a vártnál többen is, a hideg ellenére, nagyon jót ettünk, szórakoztunk, beszélgettünk, nagyon jó volt egy kicsit leülni, megállni, és tényleg idős emberekkel beszélgetni, akik amúgy nem mozdulnak ki. Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy eljöttek, és azt gondolom, hogy ők is hálásak amiatt, hogy náluk is megtartottuk ezt, mert ők eddig mostohának érezték magukat, és én azt gondolom, hogy tényleg hozzánk tartoznak közigazgatásilag is, emberileg is, és mindenképp. Újdonságként egy gasztronómiai programmal is bővült a dalmandi rendezvény, az önkormányzat ugyanis ropogós malac sült el, és zenével várta a résztvevőket. Ez régóta hagyomány már Dalmandon, mi egy kicsit bővítettük. Tehát mi azt szeretnénk, hogy az előszilveszteri futás mellett utána eltöltsünk egy kellemes délutánt együtt, és a sült malac mellé, és társuljon egy kis sült hurka, egy kis sült kolbász, egy kis dinszelt káposzta, egy kis mustár, fehér kenyér, és mindenki jól érezze magát, beszélgessünk, mulassunk, táncoljunk, és érezzük jól magunkat együtt. Itt szeretném megemlíteni, hogy nagyon-nagyon köszönöm férjemnek, aki a három hizót felajánlotta Dalmand és Alsó-Lepert községnek, hogy meg tudjuk valósítani ezt a programot. Nagyon-nagyon köszönöm a közmunkásaimnak, köszönöm Tóti Viktornak, Dudás Leventének, Balaskó Lászlónak, Balaskó Ernőnek, Dékány Anikónak és mindenkinek, aki részt vett abban, hogy itt a kemencében megsüljön ez a malac, Kalányos Gyöngyinek, aki pácolta, hiszen hétfőn meghoztuk a pucolt malacot, és az azóta pácban áll, a mai napra lesz friss és ropogós, hogy mindenki jó ízűen tudjon belőle táplálkozni.
Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!